NBA, Pokémon, Star Wars kártyákkal lehettek gazdagabbak azok, akik ellátogattak az első székesfehérvári kártya bőrzére. A teltházas rendezvényen lehetőség volt dobozok és teljes pakkok vásárlására is. Szőlősi Marcell elárulta, már kicsikora óta gyűjti a különféle kártyákat, így nagyon örült a lehetőségnek, hogy édesapjával ellátogathatott az eseményre. Őszintén ez inkább egy ilyen hobbi, amit így szabad, és végül is nagyobb értékeket is ki lehet belőle facsarni ebből az egészből. Olyan, mint egy lottószelvény. Egy csomagból kihozhatod a legjobbat, vagy a legrosszabbat. Nem csak a gyerekek körében volt népszerű a rendezvény, felnőttek is szép számmal érkeztek a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házba. Kisgyerekek egészen az idősebbekig. Én azt vettem észre, hogy ez a hobbi, ez mindenkié. Nincs korosztályhoz kötve. A résztvevők több mint 15 asztalon kutathatták a gyűjteményükből hiányzó darabokat. A szervező elmondta, az új kártyacsomagok akár több százezer forint értékű lapokat is rejthetnek. Vannak hál' Istennek nagyon sok kiállítónk, sok magánszemély is, aki cserélni jött, esetleg eladni, illetve cégek is kijöttek a rendezvényre, akik bontatlan új dobozokat, hobbiboxokat árulnak, amik egy színvonalas részét képezik az asztalokon az eseménynek. A bőrzén az MGC Hungary, egy angol, Európában jelenleg a legnagyobb bevizsgáló cég is képviseltette magát, amelynek képviselői az elhozott kártyákat személyesen juttatták el a bevizsgálásra. 5 darab után ajándék póló, 10 darab után pedig egy ajándék bevizsgálás is járt.